Több mint három év mezőkövesdi munka után tavaly három évre hosszabbítottak vele, aztán a gyászos idény kezdett nulla pontja után mégis távozik a borsodi kisváros első osztályú férfi kézilabda csapatának kispadjáról Rosta István, utódja Budai Ferenc lett. Okok és miértek a korábbi sokszoros válogatott kézisből lett edzővel. Rosta István a vendég. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! István, most akkor itt arról van szó, miután hosszú évek eredményes munkája után egy hosszabb időre történt újra meg a bizalom az újabb három éves hosszabbítással, és akkor arról van szó, hogy nyugodtan lehet építeni a jövőt. Na most akkor itt az van, hogy ember tervez, a tabella meg kivégez? Hát így van, hogyha egyszerűen nézzük, akkor valóban így történt, hiszen ha ránézünk a tabellára, 9 mérkőzés után 0 pontunk volt, kézenfekvő volt a váltás. Ha azért a mélyebben belenézünk a gyökerekbe, azért akkor azt látjuk, hogy nyáron mi egy nagy változás mellett döntöttünk, nagy fiatalítás mellett döntöttünk. Miért? Egyrészt azt gondoljuk, hogy a magyar kézlabdázásnak is az érdeke, hogy azok a fiatalok, akik kiöregednek a ifi junior korból, megkapják a lehetőséget, hogy első osztályba játszanak, hiszen ez egy ilyen válságos időszak, amikor a kispadra szorulnak, relátorra szorulnak, nem lesz magyar kézlabdázás, mondhatom így pár év múlva akkor. Másrészt meg a kis csapatunknak erre volt lehetősége, tehát nem anyagilag. Tehát azt mondtátok, hogy az anyagi lehetőségek, meg az a szorító érdek is, hogy akik ott fölnőttek és ott megtanultak kézilabdázni, inkább először jönnek a gyengébb eredmények, de saját fiatalokból faragni egy csapatot. Pontosan erre gondoltunk. A szerencsefaktor ugye nagyon rossz volt a sorsolásunk, hiszen tényleg a top csapatokkal játszottunk az elején. Mi mondtuk is, hogy a rájátszásra, a bajnokság végére fog összeérni a csapat. Ami nagyon érdekes, hogy a szakma nagyon pozitívan fogadta ezt az elgondolásunkat, illetve a játékunkat is. Tehát tényleg mutatom, hogy az ellenfelek mindig dicsértek minket, hogy jó úton járunk, fejlődik a csapat, én is úgy éreztem. De hát az egyetlen vereség, ami olyan volt, hogy nyerhető lett volna a Pécs meccs, utána a türelem elfogyott, és hát megköszönték a munkámat. Mi volt neked egyébként e tekintetben az edzői filozófiád, a játék elgondolásod, hogy mit kell ma a magyar kézilabdába egy ilyen fiatal, lelkes, saját srácokban álló csapattal játszhatni? Hát mondhatom azt, hogy most kint voltam a nyári junior világbajnokságon, látom, hogy merre felé halad a kézilabdázás, a külföldi csapatok, akik előttünk járnak kézilabdakultúrában, mit játszanak. Próbáltuk mi is ezt a nagyon agresszív, nagyon gyors játékot játszani. Bocsáss meg, ott kiktől tudtál a legtöbbet tanulni? Hát azt gondolom, hogy a spanyolok, az északi csapatok, a németek, akik végül is megnyerték, de hát már ott tartunk, hogy sajnos az afrikaiaktól is tudunk tanulni, hiszen a bronzmeccsen Egyiptom Tunéziával játszott, és nagyon, nagyon dinamikus lett, nagyon fizikális felé tolódik a kézlabdázás, és én is erre felé próbáltam terelni. Többé-kevésbé sikerült is, sajnos a rutin hiányzott. Tehát egyértelmű, hogy minden mérkőzésen volt 5-10 perc olyan rövid zálatunk, amit rutinnal, tapasztalattal majd a fiúk jövőre, vagy a bajnokság ége felé, vagy egy-két évvel meg fognak oldani. De hogy rutin kapjanak, ehhez játszaniuk kell. Tehát a kispadon, a lelátósor nem fognak rutin szerezni. Szerinted, ha hagynak még ott téged dolgozni, akkor ebben a szezonban, ebben a bajnokságban, ezzel a társasággal, némi szerencsével, de reálisan hova lehetett volna odaérni? A biztos bemaradás. Tehát ahogyan az év elején is mi ezt gondoltuk, abban biztos vagyok benne, hogy sikerült volna. Na most, hogy történt ez a váltás? Mivel indokolták? Tehát azt mondták, hogy mégiscsak nagyon jó, meg köszönjük szépen, de hát a nulla pont az nulla pont? Hát szó szerint ezt mondták, hogy ők szerintük jó edző vagyok, ő szerintük jó ember vagyok, de hát változtatni kell, csapatot nem lehet változtatni, edzőt váltanak. Na most, ha edzőt váltanak, akkor közben váltanak a koncepciót arról, mit tudsz, mert gondolom azért valamilyen szinten az ember ennyi időt eltöltött egy helyen, akkor foglalkoztatja, még ha már nem is ő a felelős érte. Természetesen, és úgy gondolom, hogy nagyon sokáig is fog foglalkoztatni. Én elég szoros kapcsolatban vagyok a csapattal, meg sajátomnak is tekintem nyilván. Azt gondolom, hogy koncepcióváltás is lesz. Majd meglátjuk, hogy ez jó irány lesz, vagy rossz irányú. A koncepcióváltás azt jelenti, hogy akkor kevesebb fiatal, inkább stabilabb, biztos, azonnali gyors célok. Hát valószínűleg tartom, így van. Nekünk az is volt, hogy magyarokkal dolgoztunk, tehát nem volt idegen légiósunk. Ezt is el tudom képzelni, hát kíváncsi vagyok rá, igen. Mit csinál ilyenkor egy magadfajta fiatal edző? Hát ilyenkor bepótolja azokat a hiányosságokat, amit az elmúlt két évben elhalasztott. Magyarul a családommal foglalkozom. Ugye idén junior világbajnokságon voltam, tavaly főiskolás világbajnokságon voltam, tehát igazából
egyik időben sem volt se nyaram, se telem. Hát most a családdal vagyok otthon, két kis lányommal, és illetve várom a telefonhívásokat. Milyen jellegű, milyen típusú munka, csapat érdekelne most téged, hogyha, hát ugye ezt is megbeszéljük, hogy hogy megy ilyenkor, mekkora a választék például? Hát nem azért nagy. Ez egy szűk szakma. Igen, ez nagyon szűk szakma, hiszen az élcsapatok ugye nagyon kevesen vagyunk, nagyon kevés az élcsapat, és vannak ugye külföldi edzők is. Igazából nyilván ember azt mondja, nyitott mindenre, de azért szelektál. Én most úgy vagyok vele, hogy még az is benne van a lehetőség között, hogy kimegyek külföldre, mint régen a céllegények, hogy elmegyek külföldre, tanulok. Tehát mint Nagy Péter elment hajót ácsolni, hogy utána felépíts az orosz birodalmat. Így van, hát meglátjuk, milyen lehetőségek lesznek, de nyitott vagyok például erre is, és azt gondolom, hogy külföldön lehet sokat tanulni. Hol tanulnál most legszívesebben külföldön? Sajnos a magyar kézlabdázás most úgy van, hogy nagyon sok helyen tudunk tanulni. Tehát nyilván a skandináv országok előttünk vannak, nyugat-európa országok előttünk vannak, tehát sok helyen lehet tanulni. István, nagyobb a itthon? Én azt gondolom, a vége, hogy... Mert ugye te a végekről láttad, hogy így van. Így van, illetve az utánpótlásról láttam. Én azt mondom, hogy baj van. A nagyobb baj, azt így nem fogalmaznám meg. Baj van, mindenképpen lépni kell, változtatni kell. És akkor azt gondolom, hogy újra lehetünk sikeresek, hogy olyan sikeresek lehetünk, amiben az elmúlt 10 évben vagy a 20 évben, ebben már nem vagyok biztos. Nagyon-nagyon fejlődik a kézlabdázás külföldön. Egyre nagyobb a konkurencia, arra gondolsz, igaz? Nagyon nagy a konkurencia, illetve bátran mondhatom, hogy ez a 21. század sportága, és hihetetlen pénzt és energiát ölnek bele, akár Nyugat-Európába, de említettem Afrikába is, sőt most már Ázsiába is. Edzésmódszereken kéne inkább változtatni ehhez a modern kézilabdához, hogy ezzel fölvegyük a versenyt, vagy azzal a filozófiával, amire már utaltál, hogy nem hagyni a felnővő magyar játékosokat kiszorulni, elkallódni? Mindenképpen edzésmódszerekbe, azt gondolom, hogy kell megújulni, mindenképpen gondolkodásmódba, igenis a magyar fiatalok, a magyar tehetségekre gondolni és gondozni őket, illetve azt gondolom az utánpótlásba szélesíteni a bázist, újra műhelyeket hozni, akadémiákat létrehozni, tehát nagyon nagy munka van, mert lemaradtunk, tehát megálltunk, és a világ az elment mellettünk. Utolsó kérdésem, ha két jó ajánlatod volna most, az egyik külföldről, a másik itt van, akkor most elmennél kicsit tanulni inkább? Én azért azt gondolom, hogy Magyarországon maradnék akkor. Magyarországon maradnál. Így van, és így van. Egyébként a tekintetben férfinői, lehet válogatós, lehet finnyás az edző, vagy azért lehetnek preferenciái? Hát finnyás semmiképpen sem lehet, válogatós semmiképpen sem lehet. Én eddig fiúkkal dolgoztam, tehát nyilván azt gondolom, hogy ha lehetne választani, akkor férfiakkal, de hát ha az élet meg úgy hozza, akkor meg a nőkkel. Hát akkor jó keresgélést, meg jó pihenést, meg aztán sok sikert az újabb munkához, aztán figyelni fogunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.